Ső mindenkinek! A mai alkalommal megint Kémia Szamárpad, és a mai alkalommal azt találtam ki, hogy valami kellemes kis pH-számolgatós feladatot meg lehetne csinálni, valami jó kis gyenge sav reakciója, vagy gyengesav pH-ja, erős sav pH-ja vagy ilyen érdekes puffer rendszereknek, PH számolgatás, meg puffer kapacitás, meg mindenféle ilyen érdekes feladatot gondoltam számolgatni, meg koncentráció számolgatások, meg ilyen érdekes dolgok. Úgyhogy lássunk is hozzá, ez még ilyen szabad dolog. Visszaméréses titrálások, azt a rohadt, ez durva, lehet, hogy akkor inkább ezzel fogunk foglalkozni, ezek mindig olyan érdekesek szoktak lenni, úgyhogy most akkor megnézzük ezt a visszaméréses titrálások témakört itt vannak már is rögtön ilyen izgalmas egyenletek, nitrátion, meg nitrition reakciók. Bromád, bromid. Válaszunk a közepéből, hogy tényleg kalandos legyen. 517-es feladat B pontja. Hú, még van bőségesen feladat ezek közül. És akkor ezzel jól el lehet itt lenni. Ellenőrző feladat. So, jó, hát ez már tényleg ez már így a veleje a dolgoknak, úgyhogy akkor lássunk hozzá, olvasgassuk el ezt a feladatot. Lássuk, mit lehet itt tapasztalni. 10 köbcentiméter ismeretlen koncentráció formalinból, formalin, az ugye más néven a formaldehid, tehát egy ilyen érdekes oxidált szénatom, két hidrogénnel, na ebből van pont 10 köbcentiméter, és nem tudjuk, hogy mekkora a koncentrációja, tehát ismeretlen koncentrációjú, mol per köbdeciméter. Ebből készítünk egy 100 köbcentiméter törzsoldatot készítünk belőle. Ez kicsit amúgy így félrevezető, mert ugye törzsoldatnak általában a töményebb oldatot szoktuk nevezni. Tehát egy tömény oldatot, abból az a törzsoldat, abból kiveszünk egy keveset, és azt felhigítjuk. Ez általában ezt így szokás értelmezni, de itt most úgy néz ki, hogy egy higítás történik. Tehát ezt az oldatot ezt felhigítjuk 100 köbcentiméterre. Tízszeres higítás. Ugye ilyenkor, amikor ez történik, akkor azt lehet mondani, hogy felgít az valamit a tízszeresére, akkor a koncentráció tizedére csökken. Tehát ez tized akkor a koncentráció, mint az előbbi. Ez ilyen érdekes jelenség. És akkor ehhez hozzáadunk 50 köbcentiméter. 0,05 mol per köbdeciméter, tehát mol. Ez lehet így is jelölni, tehát ez a mólos oldatot mol per köbdeciméter, 0,05 mólos oldatot adunk hozzá, <kül> jó oldatot adunk hozzá, tehát jó oldat adunk hozzá, hozzámérünk még 20 ml, <kül> 1 molos, itt rengeteg ilyen koncentráció, úgyhogy jó, hogy váltunk egy ilyenre, 1 mólos nátriumhidroxidot, ennek egy lugos közegbe lejátszódó reakció, 15 perc várakozás, ez ilyen rizsa, és akkor itt vannak ilyen egyenletek, amelyek lejátszódnak e közben a 15 perc alatt. Írjuk fel ezt a két egyenletet, I2 meg OH, mínusz, az OI, ez a hipojódos savnak, hipo, hipojódos savnak az anionja, hipojodit, azt hiszem, meg keletkezik Jodidion, meg H2O víz. Ez történik, hát rendezzük gyorsan ezt az egyenletet, ugye. Nyilván itt az o a jódnak az oxidációs állapota az nulla, itt mínusz egy, oxigén az mindenhol plusz kettő, ez egy ilyen érdekes jelenség, ez így mínusz 2. itt akkor a jódnak plusz egynek kell lennie, hát ez nem, nem, következik teljesen nyilvánvalóan, az ilyen anionokat mindig egy kicsit rohadt nehéz így rendezgetni, ez, erre van egy trükk, ez a hipojódossav, ez valamilyen sónak a vagy valamilyen sónak az ellenionja, vagy valamilyen savnak az anionja. Ugye fel lehet írni akkor azt, hogy H-I-O, vagy igazából akkor így lehet felírni, hogy H-I-O. Na és hogy mit lehet csinálni? Akkor itt viszont ez már egy semleges molekulát, egy mínusz kettes az oxidációs számnak a cuccnak, a hidrogén az mindig plusz kettes, az egésznek semlegesnek kell lennie, és akkor mi, mi marad ebből? Tehát muszáj plusz egyesnek lennie a jódnak. Tehát ez egy ilyen érdekes reakció, hogy itt a jódnak az oxidációs, vá, ö, oxidációs állapota az plusz egyet változott. Hát itt pedig mínusz egyet változott, vagy nem tudom, egy elektront vett fel. Igazából tök mindegy az előjel meg, hogy milyen irányba mennek itt a nyilak. Az egyik felvesz elektront, a másik lead, ez ilyen tök mindegy. Igazából akkor ezt így kéne ez felveszi az elektront, ez pedig leadja az elektront. egy jó, tehát ez egy diszproporcionálódási reakció történt. Egy-egy elektron, tehát igazából azt lehet mondani, ez töhiometria, az egy, egy arányban van itt. Akkor ugye a jótból is itt szintén egyes, egy van, Oxigén, itt két darab oxigén van, abból egy van. Ide egy kettest rakok, azért, hogy a hidrogének is meglegyenek, és akkor az oxigén kettő, és akkor itt is két oxigén van, rendezve van az egyenlet. Ez így, ez így készen van. Egy, kettő, egy, 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 azt a geometria, ez is itt egyes. Na, tehát itt csak ez volt az ilyen kis érdekesség ebben. Következő, <kül> még egy reakció megtörténik. Továbbra is lúgos közegben vagyunk, tehát a nátriumhidroxid hidroxidionjai töltik be az oldatot. Itt van ez a hipojodit, ami reagál, reagál a szerves vegyületünkkel, ami a formaldehid. Igazából így is lehet szépen egysorba írni, ez ugyanaz. És hangyasabbá oxidálódik a formaldehid. negatív, meg jodidion. Érdekes, érdekes reakció ez. Ezt nem is láttam még ilyet, szerintem. Na, tehát nagyon érdekes reakció. Lúgos közegben a jódból egy érdekes oxidálószer keletkezik. Ez a hipo, sav az egy elég jó oxidálószer, tehát a formaldehidet tovább oxidálja hangyasavvá, miközben redukálódni fog ennek a jód tartalma, tehát a jód elektronokat vesz fel. Mit lehet itt elmondani? Itt megint csak plusz egyes a jódnak az oxidációs állapot, ugye ennek, ezeknek a szerves molekuláknak egy kicsit érdekesebb már a szénatomnak az oxidációs számát feléni Felrajzolom ide a hangyasabbnak is szerkezetét. Ezt lehet tudni, és akkor ezt a nyilazgatós módszerrel lehet szépen beazonosítani, tehát Ugye itt van egy befelé mutató nyíl, egy kifelé mutató nyíl, ez kiüti egymást, mert olyan, mintha sem erre nem mutatna és itt viszont van két ilyen elszívott elektron, ugye az oxigénnek nagyobb elektronegativitása miatt, vagy hát nagyobb elektronegativitása van, elszívja az elektronokat, plusz kettes az oxidációs állapota a formaldehidben, a szénnek, plusz kettes. Itt van ez a másik, ez a... Hogy mi a szar? De hogy is, ezt rosszul rajzoltam kicsit. Ez itt történik meg. Valamiért a karbonsavra gondoltam, akkor rajzoljuk fel még egyszer a formaldehidet, mert ezt jól elcseztem. A hidrogénnek nagy, kisebb az elektronegativitása a szénnél, ezért a hidrogének küldik az elektronjaikat a szénnek. Az oxigén meg az elektronokat a széntől. És igazából akkor itt kettő darab ilyen kiegyszerűsítést lehet csinálni, tehát az jön ki ebből az egészből, hogy nulla az oxidációs állapota ennek a kis vegyületnek. Itt viszont mi a helyzet? A karbonsavnál fordul elő, hogy a hidrogén továbbra is küldi az elektront a szénnek, mert kisebb az elektronegativitása viszont az oxigéneknek nagyobb, ezért azok elszívják az elektronokat. Itt is lehet akkor így egyszerűsíteni, amivel lehet, de aztán azt lehet látni, hogy itt nem lehet egyszerűsíteni ezzel a két nyíllal, ez mindenképp elmegy ez a két elektron, nem lehet őket pótolni, úgyhogy itt hiányozni fog az a két negatív töltésű része, és kezdve plusz kettes lesz itt az oxidációs állapota a szénnek. Mit lehet ebből? Itt pedig akkor ez, ez nulla. Mit lehet ebből elmondani? Az, hogy ez a elektronváltozás, az azt jelenti, hogy két elektront leadott, oxidálódott. Itt pedig plusz egyes állapotban van a, a kis dolog, és mínusz egyé változott, tehát két darab elektront vesz fel. Lehet rögtön egyszerűsíteni, hogy kényelmesebb legyen számolni, egy és egy. Ezt ide rögtön be is lehet írni, ugye így keresztbe be kell írni így a számokat, tehát egy-egy. Viszont akkor az jön ki, hogy akkor minden más egy lesz itt. Na, ez egy könnyen rendezhető reakció jelet volt. Oké, tehát akkor miközben az történt, hogy a kis mintához hozzáadtunk mindenféle ilyen vegyszert, abban a kis reakció egyben, ugye ez hogy lehet elképzelni, hogy egy kis, kis kupica mennyiségű mintám, akkor azt felhígítom egy kicsit nagyobb kupica mennyiségű mintára, ebből kiveszek egy kicsi. Ö, mi a szar? Igen, 10 köp... Ennek 10 köpcentiméterét, ebből kiveszek egy 10 köpcentimétert, ezt elfelejtettem ide írni, hogy ennek csak 10 köpcentiméterét vizsgáljuk. Ennek a mintának. Ehhez hozzáadunk még egy csomó mindent. Ugye itt például hozzáadunk jódoldatot. Ugye, ha jódot adunk hozzá, akkor egy ilyen barna oldat keletkezik hozzáadunk ilyen lúgot, nátriumhidroxidot, akkor valószínűleg elszintelenedik. Tehát ez a hipojódos ez valószínűleg egy szintelen oldatot eredményez. Tehát itt hozzáadunk mindenféle ilyen vegyszereket, és akkor megint egy szintelen oldatot kapunk. Akkor hozzáadunk itt egy csomó ilyen. Hát akkor ugye már ott van a minta, minta a dologban. Valamiért azt hittem, hogy az egész 100 fogjuk itt reagáltatni, de igazából csak 10 köpcentit. 10 köbcenti mintát vizsgálunk, azokhoz adjuk hozzá ezeket a dolgokat, és akkor olvassuk tovább a feladatot. Ez megtörtént, miután ez a kémiai reakció az megvalósult, eloxidálódott a termékünk ilyen cuccá, és elfogyott valamennyien jód, a jód az fogyni fog ebben a reakcióban. Hozzáadunk 10 köbcentiméter 20 tömeg százalékos kénsavat savanyítjuk az oldatot, majd a legvégén 0,0999 mol per köbdeci nátrium tioszulfát. Na végre itt a tioszulfát, igazából most kezdődik a feladatnak a lényegi része. Ennál 2 s 2 o nátrium tioszulfát oldatot adunk hozzá. És ezzel titráljuk a jót felesleget, mert valószínűleg maradni fog jód. Ugye itt elég sok jódot hozzáadunk az oldathoz, az mindjárt megnézzük még egyszer. És 12 köbcentiméter fogy. 12 köpcent fogy. Ugye mit lehet tudni egy ilyen jódos titrálásnál? Azt lehet tudni, hogy a jód az reagálni fog a tioszulfáttal. Keletkezik belőle jodidion, meg nátrium ditionát. S4, O6. Ez egy ilyen érdekes oxidáltabb származék. Mit lehet itt tudni az oxidációs számokról? Ugye itt természetesen mínusz 1, 0, tioszulfát az az könnyen, mert itt ugye mínusz 2 ször 4, az 8, ugye itt 2 plusz 1, tehát hogyha itt van összesen 8, 6 plusz 3, de akkor ez így jön ki nullára. Ugye ez itt mínusz 8, plusz 2, plusz 6-nak kell lennie, viszont itt két kén atom van, tehát plusz 6-nak kell lennie, és akkor egy kénre ugye fele ennyi jut, mert ugye összesen a két kén tartalmazza ezt a plusz 6, 6 oxidációs számot, egy kénre akkor plusz 3 jut. Tehát a kénnek a tioszulfátban plusz 3-as az oxidációs száma. Lássuk most a ditionátot, itt ugye mínusz 2 6, mínusz 12, itt ugye plusz 2 ez a két nátrium, akkor mínusz 10, tíz, plusz 10-nek kell akkor lennie összesen, de ez négy darab kénen oszlik meg, akkor ezt lehet egyszerűsíteni, hogy 2,5 itt egy ilyen, egy ilyen kénre jutó oxidációs állapot, tehát olyan, mintha 2,5 öt, öt töltése lenne. Oké, okay, és akkor itt, itt pedig egy, mi történt itt? Ez felvett, felvett egy elektront, ez pedig úgy tűnik leadott fél elektront. Háromból lett 0,5. Leadott 0,5 elektront, Hát ez ilyen érdekes. De ez megtörténhet. Ugye egyszerre történik meg, tehát ugye négy kénatom egyszer oxidálódik, na mindegy. Meg ugye a kén-kén kapcsolat az ugye lehet olyan, hogy nulla. Tehát ilyenkor nulla az oxidációs állapota, és akkor ilyen érdekes, valahogy így néz ki ez a ditionátion, hogy ilyen, itt egy csomó ilyen oxigén van. Valahogy ilyen, így van, és akkor ebből jön ki itt plusz négy, Plusz négy, nem, nem, nem tudom, valahogy így van ez a ditionát, és akkor lehet. Szóval az a lényeg, hogy szépen meg van oldva, és nem, mindegy, nem minden kénatomnak ennyi, hanem hogy így valamelyiknek nulla, valamelyiknek ennyi, de átlagosan így lehet kezelni, és ezt így szokás számolni. Hogy így összesen mennyit változott az töhiometriában, Tehát fél elektronnal változott. Most lehet, hogy egy kicsit így összekavarodtam itt a dologban, de mindegy. Na, és akkor ez így viszont nem jó, mert nincs fél elektron, úgyhogy fel kell szorozni, tehát akkor kettő, egy arány lesz Ott, ugye. ha minden igaz. Basszus kulcs, ez így elég hülyén néz ki, úgyhogy inkább ítélelöm, mert mind a két, mind a két, mert itt valamiért csak az egyiket lehet itt szemlélni, de itt ez a, mind a két jóddal megtörténik ez, tehát itt összesen egy elektron ad le a jód, kétszer, itt viszont Ugye ez, négy, ez, ez négyszer történik meg. Itt, itt igazából itt is akkor így lehet ezt jelölni kettővel. És akkor visz, viszont akkor ide kell írni, hogy kettő, és akkor egy. Mert ugye itt négy, ez négyszer történik meg, mert mind a négy kén atomot van. Abból lesz a kettő. De itt, itt ilyenkor ezt így el lehet kerülni, és akkor itt ez, ez, itt könnyebben szemlélhető, hogy akkor itt van ez a két jód, és akkor az két elektront ad le fejenként ugye egyet, mind a kettőből egyen jodid lesz két elektron jön ott le, és akkor itt, itt pedig összesen felmegy egy fél elektron, 0,5 elektron, és akkor az ugye kétszer egy. És akkor kijön, hogy egy, kettő, kettő, egy, és ennyi. És akkor így kell rendezni ezt a reakcióját. Ez mindig kicsit para, így bele lehet kavarodni, mert mindig elfelejtem, hogy Igazából bármelyik oldalt lehet így szépen számolgatni ezt a dolgot, de nagyon oda, oda kell figyelni ezekre a részletekre, hogy hány, hány darab ilyen atom csinálja ezt, mert ugye mindig egy, egy atomra lebontjuk, hogy egy atom mit csinál, és akkor utána azt fel kell szorozni azzal, hogy amúgy hány atom csinálja ezt. Szóval ezt mindig elfelejtem, és akkor ebből jól bele lehet kavarodni. Tehát figyelem, figyelembe kell venni, hogy egy kénatom mit csinál, és akkor összességében az egész molekula mit fog csinálni, hát akkor az összes kénatomja megcsinálja ezt a 0,5-ös változást, és akkor összesen két elektron fog itt mozgolódni. Itt pedig ugye ez akkor egyszer fogja ezt megcsinálni itt ebben az esetben, és akkor kettő az egy. Ugye már reflexzerűen valamiért odaírtam a kettest, és akkor kettő egy. De ugyanígy meg lehet ezt csinálni, itt valamiért itt jobban látható, itt ezen az oldalon jobb lett volna ezt így elkezdeni. Na mindegy, rendezve van a reakció reakcióegyelet, ugye érdekes, hogy három darab reakció reakcióegyelet van, és akkor most el lehet kezdeni számolgatni. Ugye itt ilyen érdekesség van, hogy a tioszulfát ez nem egy-egy arányba reagál a, a, dologgal, a jóddal, hanem egy jódra két darab tioszulfát elfogy, szóval ez ilyen érdekes. Jelent a számológép, mik az adatok? Ugye azt lehet mondani, itt, itt van a feladat, hogy 12 köbcentiméter tioszulfát fogyott. Tehát ki kéne számolni azt, hogy mennyi tioszulfát van? Mennyi tioszulfát tioszulfátot engedtem bele az oldatba, ezt kéne kideríteni. Azt lehet mondani, hogy 0,0999 van 1000 milliliterben. Ugye ez mol per köbdeci, ennyi mol van egy köbdeciben, ennyi mol van 1000 milliliterben, azt írtam oda. Mennyi van 12 milliliterben? Ennyi a kérdés. Ezt kell kideríteni. Kijön, hogy 1,1988-szor 10 a mínusz harmadikon mol, Na2S2O4. Ennyi tioszulfátot öntöttem bele a kis mintába. Mit lehet elmondani? Azt lehet elmondani, hogy két darab tioszulfát kell egy darab jódoldat, vagy egy darab jód semlegesítéséhez, vagy erre a gáltatásához. Tehát, hogy amennyi tioszulfát van, fele annyi lesz a jód az egyenletből látszik, ha ebből kettő van, akkor abból csak egy, ha ebből négy lenne, akkor abból kettő. Fele annyi. Tehát ezt elosztom kettővel, hogy megnézem, mennyi jót volt ott a rendszerben. Ott van, elosztom kettővel. Az jön ki, hogy 5,994 szer 10 a mínusz negyediken mol, i kettő volt. I2 volt ebben az oldatban, miután a reakció megtörtént. Mi az érdekes? Ez egy jót felesleg, tehát maradt valamennyi jód. Itt hozzáadtunk valamennyi mennyiségű jódot, egészen konkrét, ezt meg tudom mondani, hogy mennyi, mert hogy 0,5 mol, 5 molos oldatban adtunk 50 centit, azt lehet mondani, hogy 0,05 mol van 1000 ml-ben, Mennyi van 50 ml Ez a kérdés. Úgy néz ki, hogy az... Hol van? 2,5 x 10 a mínusz harmadik mol. Jód. Mit lehet mondani? Ennyi jódot adtam hozzá egy a reakció elején, elkezdődött a reakció, ugye itt ilyen lúgos közeget teremtettem, tehát az én tök vicces dolog történt, hogy megjelent az oldatban a jódból, azonnal keletkezett egy ilyen érdekes hipojodit Ion, anion, és ez a hipoidid anion, ez rögtön reagálni kezdett az ott lévő szerves anyagommal, oxidálni kezdte. Aztán amikor ugye amennyi jód volt jelen, ugyanannyian érdekes anyag keletkezett, és ebből az anyagból, pont egy-egy arányban, amennyien anyag volt, ugyanannyi anyagot fogyasztott el ebből a mintaanyagból, ebből a, a formaldehidből. Tehát érdekes, hogy egy-egy arányba reagál. Amennyi jót van, annyi ilyen kis cucc, amennyi ilyen kis cucc, annyian kis dolog. Tehát igazából ezt ki is lehet innen ejteni. Azt is lehet mondani, hogy jód egy az egyben reagál ezzel a kis fura vegyülettel. Formal, de hidd el. Amennyi jót fogy, pontosan ugyanannyi mennyiségű darabszámra, ugye a mól az darabszám nyilván, amennyi jót fogy, vagy amennyi amennyien kis szerves anyag for formaldehid volt ott jelen, annyi jót fog fogyni egy-egy arányban. Ezt lehet mondani, és akkor elfogy valamennyi. Ugye ebből kevesebb van, ez fölöslegben adjuk hozzá, ez fölösleg. Tehát sokkal több ilyen jódot adunk hozzá, mint amennyi anyagunk ott jelen van. Tehát maradni fog a végén. Olyan sokat adtunk hozzá, hogy elfogy belőle valamennyi, ez itt minden elfogy, elfogyasztja a jód egy részét, ebből már nem marad semmi, és akkor a jód nem fog tovább nem fogja semmi fogyasztani a jódot, marad valamennyi, és ez maradt itt meg. A megmaradt jódot utána tioszulfáttal visszatitráltam. Kiderült, hogy mennyi jód maradt ott meg. Hát ennyi. Itt tartunk jelenleg. És akkor ki kéne deríteni, hogy akkor mennyi jód fogyott ténylegesen. Hát amennyi jód kezdetben jelen volt, és amennyi megmaradt, annak a különbséget. Tehát ebből a mennyiségből levonom ezt a különbséget. Vagy ezt a megmaradt jódot. És azt lehet mondani, hogy 1,9006 szor 10 a mínusz harmadikon mol jódoldat fogyott. Ennyi, ennyi fogyott. Ugye az előbb akkor kiderült, hogy amennyi jót fogyott, annyi anyag volt ott jelen, mert egy, egy az egybe keletkezik ez a kis érdekes reaktív oxidálószer, ugye ez a hipojódossal, ez oxidálószer, oxidálja a formal, vagy formaldehidet, hangyasavvá. És akkor ugye, amikor megtörténik ez a kénsavassavanyítás, akkor ez a reakció, ez a hipojódossav, ez visszaalakul jóddá, és a jódot utána meg tudom titrálni, tehát itt elfogyott valamennyi, és a maradékot visszanyertem. És akkor amennyi elfogyott, annyian anyag volt ott jelen, mert egy-egy arányban vannak. Tehát amennyi jód, annyian kis cucc. Tehát ennyi volt a kezdetben a formaldehid oldat. vagy a formaldehid abban a kis oldatban. 1,906 x 10 a mínusz harmadikommal. És ugye ez miben volt? Tehát megtitrátuk, ennyi formaldehid volt abban a 10 ml-ben, amit kivettem a törzsoldatból. Tehát ez 10 ml-ben volt. Ezt ugye abban a törzsoldatból vettem ki, amiben 100 ml volt eredetileg, egy köpcenti. Ez abban a 10 ml-ben volt itt kivettünk egy ilyen kis csomó mintát. Mennyi, vol, mennyi, van abban a 100 ml -ben? Hát valószínűleg akkor 10-szer ennyi. Szor 10. De azt lehet hogy ebben a 100 ml mintában, ebben a törzsoldatban ennyi anyag volt jelen. Mi a szar ez? HCHO abban a 100 milliliterben. És akkor nézzük, mint is kíván itt a feladat. Számítsuk ki a törzsoldat koncentrációját. Törzsoldat koncentrált 100 milliliterben ekkora anyagmennyiség van, a koncentráció azt jelenti, hogy 1000 milliliterben mennyi van, tehát akkor ezt szépen felszorzom aránypárral. Milliliter meg a köpcent, ugyanaz. Mennyi van ezer köpcentiben? 0,019006 van szá hát tízszer annyi, nyilván tízszer annyi. Szóval nem is értem, miért, miért számolgatok. 0,19006 mólos oldat. Ez a, ez a válasz az első kérdés, ez, ez pont szembetűnően itt van, itt van az első válasz. Mit, mi következik ebből? Ugye alapvetően az történt, hogy egy tízszeres hajtottunk végre itt ebből az ismeretlen oldatból. Tehát, hogyha ekkora a koncentrációja, akkor valószínűleg még tízszer töményebb az, az oldat, ami ott, ami ott volt. Még tízszer ennyi. Tehát annak a koncentráció 1,9006 mol. Ez itt, a tő, ez itt a minta, ez pedig a törzs. Törzsoldat. Ezt rögtön válaszolni lehetett erre a két kérdésre. <laughs> Vagyis hát rögtön, hát egy ekkora firka után. Na tehát ez az egyik válasz, ez pedig a másik válasz. És mit kell még megmondani? Számítsuk ki a minta formaldehid tartalmát milligramban. Itt van a minta, ekkora a koncentrációja, de ez 10 ml. Vagy hát mi a szar, igazából úgy is lehet kezelni, volt az a 100 ml oldat amit ugye a mintából kihígítottam. 10 ml-t veszek ebből az oldatból, 100 ml-re hígítom, és itt már kijött, hogy pontosan abban mennyi van. Hol is van? Ezért fasza, hogy ilyen tök jól ábrázolom. Tehát ennyi ide, ide van írva. 100 ml-ben ekkora anyagmennyiségű anyag van. Hát ugye mivel ez csak egy higítás, pontosan ekkora anyagmennyiség van abban a 10 ml is, tehát ennyi formaldehid volt eleve abban a kis mintában, amit találtam. Tehát ez, ezt meg kéne nézni, hogy ennek mennyi a moláris tömege. Ugye a moláris tömege ennek a HCHO-nak ugye plusz, plusz 1, 12, 1, 12, 12, 16. 12, hát a 30. Oké? Okay. Ennyi mol van ott jelen, jön a varázsképlet. Anyagmennyiséget, a darabszámot összeszorzom a moláris tömeggel, hogy egy molnak mekkora a tömeg gramban. Összeszorzom ezt a két értéket, 0,19006 szor 30, és azt kapom, hogy 0,57018 gram. Viszont milligramban kéri a feladat. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy megszorzom ezerrel, és akkor 570,18 mg. Ó, ez kicsit káosz lett ez a feladat, hát lehetett volna egyel egyértelmű mondjuk, vagy nem, nem ilyen ekkora firka, de hát akkor gyorsan ellenőrizzük a megoldókötetet, hogy mik a megoldások. Ez jár hozzá, ez kicsit vastagabb. Hány is a száma? 517. Uh, ez. Ja, itt van. 517B, az anyagmennyiség a törzsoldatnak 0,19, törzsoldat 0,19, Ez két szám, ez hasonló. A oldat koncentrációja 10-szer töményebb, az ott. Ez is stimmel, az nagyszerű, és akkor a formaldehid anyagmennyisége az 570,18 mg, itt pedig 570,3, hát itt van egy kis kerekítési delay, meg minden, de vagy hiba, de kb, kb jó az eredmény. Na, hát ez egy eléggé kellemesen összetett, durva feladat volt, ugye mi a lényeg? Itt azzal trükköztek sokat, hogy van egy kis minta oldatod, egy ilyen kis, nagyon kis, kicsi mennyiségű, akkor azt felhigítod, tehát csak vizet töltesz hozzá, de ugyanannyi anyag marad benne, csak több oldatban lesz az ugyanannyi anyagod, itt már, itt már ez higítás volt, itt akkor nem higítás történik, hanem ennek kiveszed egy kis részét, tehát kiveszed egy tized annyit a részét mondjuk, és akkor itt az összes anyagodnak csak a tizedét fogod itt vizsgálgatni. Akkor itt mindenféle érdekes reakció történik, jódot adunk hozzá, jó, de mert keletkezik belőle egy reaktív oxidáló részecske, az oxidáló részecske érdekes reakcióba lép az aldehiddel, oxidálja, hangyasabbá, utána pedig kénsavval semlegesítjük. Látszik, hogy tök sok ilyen random adat van, tehát ez a 20 köpcenti nátriumhidroxid, ez ilyen fölösleges adat, nem? Nincs rá szükség. Elhisszük, hogy pont jól állítják be a reagenseket, nem foglalkozunk az ilyen részletekkel, nem kellett használni ezeket a random adatokat. Így azért sokkal egyszerűbb a feladat, hogyha az ember ki tudja ezeket szűrni. Tehát ez csak a semlegesítéshez kell, a körülmények működjenek. Rizsa. Viszont itt akkor kiderült, hogy a, hát ugye ez, ez egy fontos paraméter, tehát a egyenlet rendezést azt nagyon meg kell tanulni, hát könnyű belezavarodni, szóval itt nagyon figyelni kell arra, hogy hány atom csinálja azt, amit csinál, egy darab atom az mennyit csinál, hány elektront ad le, hány elektront vesz fel, tekintetbe kell venni az egész molekulát, molekulát, és amikor már itt az egyenletben intézkedünk, és próbáljuk az töhiometriát meghatározni, akkor már az egész molekulára kell levetíteni ezt az értéket. Tehát ez értető. Rendezni kell szépen az egyenleteket, és akkor utána pedig szépen a tioszulfát fogyásából vissza lehet követni a tiaszulfát mennyiségét. A tioszulfát mennyiségéből, meg a reakció egyenlet stöhiometriájából meg lehet tudni, mennyi jód maradt meg. fölöslegbe jódot adtunk hozzá, maradt ebből a reakcióból valamennyi jód. A teljes jód mennyiségből, meg a maradékból ki lehetett számítani, mennyi fogyott el. A teljesből mennyi fogyott el, hogy ennyi maradt. És ezzel a másik két egyenlettel, ezek stöhiometriáinak ismeretével, szerencsére most pont minden egy-egy-egy volt, de például, hogyha itt az lenne, hogy egy-kettő, akkor ugye egy jódból két ilyen cucc keletkezné, és mondjuk itt tegyük, hogy itt is egy-egy maradt, akkor egy jódból két ilyen cucc keletkezni, és akkor két ilyen cucc két ilyen dolgot tudna elreagáltatni, tehát akkor egy jód kétszer annyi anyagot mér. Szóval, de itt most szerencsére pont ugyanannyi volt a cucc, tehát egy jód az pont ugyanannyi anyagot miért, nem kétszer annyit. A megmaradt jótból ebből, meg az egyeltebből, akkor meg lehet tudni, hogy mennyi volt ott a formaldehid eredetileg. Ugye ez már valahol nem is tudom, hol ki. Ugye ennyi volt ott a jód. Jelenleg itt van a formaldehid, ennyi jód volt, ugyanannyi a formaldehid. Azt a hova írtam ezt? Igen, ez maradt itt meg. Itt van, hogy, itt van, a ennyi a formaldehid, pont ugyanannyi, egy az egybe fogynak, tehát amennyi jód, annyi formaldehid. És akkor innentől kezd már csak ilyen bohockodás volt, hogy igazából ennyi volt, <kül> ugye ki, ami, ami, itt volt, ez 10 köbcentiméterre vonatkozott. Ez az egész törzsoldatnak a tized részére vonatkozott. Tízszer annyi amennyit amennyi egy ilyen tized részében van, tízszer annyi van az egészben, abban a 100 milliliterben. És akkor ugye ez egy higítás, tehát ugyanannyi van, ki lehet számolni akkor itt a koncentrációt, ez egy higítás, tehát akkor a tized annyiban, tízszer akkor a koncentráció. Na, ez egy ilyen érdekes feladat, remélem nem volt azért túl káosz, majd lehet, hogy egy egyel visszalépünk, mert azért ez tényleg egy durván összetett feladat volt. Na, ennyi lesz volna mára, köszönöm a figyelmet, sziasztok!